Nagy boldogasszony ünnepe legjelesebb ünnepeink közé tartozik. Szűz Mária mennybe felvételét ünnepeljük ezen a napon. A katolikus hit tételei közt ott van az is, hogy Isten különös kiváltságaképpen a szűzanyát testestől, lelkestől mennybe vette, mindjárt halála pillanatában. Nagy boldogasszony ünnepe Isten ajándékozó jóságának az ünnepe. És ez az ünnep volt az, amikor Szent István királyunk halála előtt, amikor nem volt, akire hagyja az országot, akkor a nagy boldogasszony oltalmába helyezte. Imádságban, elmélkedésben, népét és országát nagy boldogasszonyra bízta. Arról beszél ez az ünnep, hogy Isten az őt szeretőket felmagasztalja. Mária, igaz, hogy anyaságának hajnalán már elénekelte, hogy az Úr gazdagokat, királyokat letaszít és felemeli az alázatosokat, és hogy boldognak hirdet mostantól fogva minden nemzedék, de igazából nagy boldogasszony napján vált valóra ez a nagy igazság. Hisz Mária földi élete nem volt megdicsőült élet, elég rideg élet volt, nehéz élet, amelyben alig ha volt bármi is irigylésre méltó. Igaz, hogy Isten anya, de ez az Isten anyaság is földi életében csak állandó szenvedést jelentett számára. Isten lépten nyomon megmutatta az életében, hogy aki olyan közelbe, mondhatni testközelbe jutott Istenhez, mint a szűzanya, az már nem emberi szempontok szerint, hanem Isten tervei szerint kell, hogy élje az életet. És Mária Isten közelébe jutott, és így élte az életet. És így lett a magyarok nagyasszonya egyben. Így közelítsünk nagy boldogasszonyunkhoz. Imádkozzunk, hogy imádkozza ki számunkra az örökké valóságot, az Isten közelséget, az erős hitet és az egészséges nemzet életét. Amen. Oh.
Mária tisztelet kialakulásáról szeretnénk beszélni, ha megvizsgálnánk azokat a korokat, népeket, hagyományokat, kultúrákat, hogy mi is ennek a lényege, akkor minden bizonnyal nagyon sok mondani való lenne erről, de én különösen most arra szeretnék rávilágítani, hogy mi is ennek a gyökere, mi a mi Mária tiszteletünknek a gyökere, ennek a gyökérnek a megvizsgálásának pedig a Szentírásra megyek vissza, mert mindennek alapja a Szentírás, és éppen ezért rögtön Lukács evangélistát idézem, hiszen ő az egyedül evangélista, négy evangélista közül, aki leírja Jézus gyermekségének a történetét. Leírja a két híruladást, nevezetesen keresztelő Szent János, valamint Jézus Krisztus születésének a híruladását, illetve a két születés történetet, keresztelő Szent János, illetve Jézus születésének a történetét. Tulajdonképpen miért is tiszteljük mi a boldogságos Szűz Máriát, mi a katolikus keresztény egyház. Először is azért, mert ha megfigyeljük, élete szorosan összefügg fiának az életével, hisz hogy az anya és a gyermeke élete összetartozik, úgy van ez így is, teljesen emberi módon is. Tulajdonképpen, ha meg szeretném elsőképpen határozni Mária a hit modellje, a hit példája, de nyitány is, mert rámutat arra, ott áll a jászol mellett, de rámutat arra, hogy tulajdonképpen kire kell nézni. Hivatalosak a pásztorok elsőként a születés történeténél. De ott vannak ugyanakkor a jászolnál a napkeleti bölcsek is, amelyek a tudomány megtestesítői, ha így fogalmazhatunk. Tulajdonképpen Jézus jászolához mindenki hivatalos. Isten mindenkit az üdvösségre hív, és Mária csak mellette áll, mert az ő elsődleges feladata az, hogy rámutasson. És ez rögtön igaz, hogy egy másik evangéliumi rész, a kánai mennyegző, mert János evangélista ír le, nem véletlen, János apostol és evangélista, a legtöbbet élt, tehát szinte 100 évig élt. Ott volt a kereszt alatt Máriával és a Mária Magdulnával, és ott a kereszt alatt Jézus maga rábízza a szeretett tanítványra az ő édesanyját. A szeretett tanítvány János pedig elfogadja, és ezzel az elfogadással történik tulajdonképpen a kezdet, a gyökér, az egyháznak a születése. Tulajdonképpen a születés előtti a fogantatása, hogyha egy ilyen érdekes hasonlattal szeretnék beszélni, mert ugye az egyház születését mi az első pünkösdre tesszük, amikor az apostolokra kijárat a Szentlélek, és ott volt Mária is állítólag, de ezt nem lehet bizonyítani, de a kereszt alatt ott 3 ember van, és egy érdekes dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy van egy férfi és 2 nő, tehát férfi a Szent János apostol és a későbbi evangélista, Mária, Jézusnak az édesanyja, és egy idegen nő, aki megtért, Mária Magdolna, Jézus működésének hatására. Ez úgy 2/3, 1/3. Hogyha ma megnézzük a kereszténységben általában a hívőknek a számát, talán úgy észrevehetjük a templomi látogatottság szintjén is, hogy a nők 2/3 hívő, 1/3 férfiak. Ez csak úgy érdekességképpen jutott eszembe ennek kapcsán. Tehát a kereszt alatt indul el, úgymond az egyháznak az élete. De a kánai mennyegzőre már utaltam, hogy ott is Máriának a szerepe tulajdonképpen egy közreműködés. Ő csak azt mondja, rámutat az ő fiára, és azt mondja a jelenlévőknek, akiknek elfogyott a bor, bajba kerültek, igazából ez is tanulságos lett számunkra, hogy tegyétek meg, amit ő mond. Éppen ezért tanulságos nekünk is, hogy ő az első hívő, az első igazi keresztény. Krisztus hordozó, Krisztoforosz, szép kifejezés. Krisztus hordozó, mert nem csak kihordta Krisztust, nem csak megszült a világ megváltóját, hanem figyelte az ő életét. Ott volt mellette egészen a működésének a kezdetéig, hisz az első nyilvános csodája a kánai mennyegző, amikor rámutat a fiára. Mi azt hiszük sokszor nagyon, hogy elképzeljük Máriáról, hogy egy olyan asszony volt, aki úgy mindent naivan elhitt, mert hát itt van az Isten fia, és amit mond, az úgy van. Én azt hiszem, hogy néhányszor voltak neki is idézőjelben mondva érthetetlen pillanatai. Például, amikor szintén Lukács evangéliuma utal arra, hogy amikor a gyermek Jézus eltűnik, és akkor Józseffel, a nevelőapjával keresésre indulnak. 3 napig keresik, aztán megtalálják a jeruzsálemi templomban. És amikor megkérdezik, hogy tehát fiam, aggódtunk érted, hol voltál mostanig, akkor Jézusnak a válasza, nem tudjátok, hogy atyám házába kell lennem? Azt hiszem, hogy eléggé érdekes szöget üthetett a fejében. Mert ez is a hitnek, hogy nagyon sokszor mi is érthetetlen helyzetekben vagyunk. Nem értjük, hogy mi miért történik. Keressük talán Isten számunkra, és eltűnik 3 napra, vagy 4 napra, vagy ki tudja mennyi időre. Ez egy, nem lehet meghatározni ezt az időt.
De a lényeg az, hogy nem szabad elfelednünk azt, hogy pontosan Mária példája világít rá arra, hogy ha sokáig keressük, akkor megtaláljuk. Talán pontosan ezért a Mária tiszteletnek köszönhetően nagyon sok ünnepünk alakult ki. Ezek között rögtön már az év első napján Mária Isten anyaságát ünnepeljük, Szűz Mária Isten anya ünnepét. Amit azonban ki szeretnék emelni, hogy már az 5. században az egyik jeruzsálemi olvasmányos könyvben Mária mennyei születés napjáról, elszenderedéséről olvashatunk. Aztán később a 7. században Rómában augusztus 15-én Mária égi születésnapját ünnepelték, és ennek kapcsán körmeneteket is tartottak. Ez az egyik legnagyobb Mária ünnepünk. Természetesen sok van, kiemelném rögtön január után a februári a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét. Az, hogy megértsük, elfogadjuk az örömhírt, az nem elég, hanem az, hogy el is kell indulnunk, hordoznunk kell magunkban. És újra vissza szeretnék világítani Mária hitére, és pedig arra hitre, amely nem fogad el csak úgy naívan mindent, hanem utána jár a dolgoknak, hiszen az angyal üdvözletkor maga az angyal köszönti, üdvözlégy Mária, kegyelemmel vagy teljes az Úr van te veled. Ekkor Mária elsiet a hegyekbe, az ő rokonához, Erzsébethez, mert az angyal nem csak köszönti, hanem ugyanakkor ad egy jelet is, hogyha esetleg most így mondanák mai szóhasználattal, ha nem hinnéd, akkor menj el és nézd meg, hidd a hihetetlent, látogass meg rokonod Erzsébetet, akit magtalannak tartottak, mert idős, és ő a 6. hónapban van. Mária pedig úgy elgondolkodik, és biztos vagyok benne, hogy azért örömében, tehát viszi a megváltót, hogy mekkora szívében, azt, hogy ő édesanyja lesz, ez egy nagy dolog, de viszont utána jár a jelnek. Mert jel nélkül azért nehéz hinni, az egy naív hit lenne. Mi olyanok vagyunk, hogy hiszünk, ha látunk, de azért figyelmeseknek kell lennünk a jelekre is. Amikor a két asszony találkozik, ugyanakkor találkozik az Ószövetség és az Újszövetség, mert Erzsébet méhében ott van az előfutár, keresztelő Szent János, az utolsó próféta, aki meghirdeti a közelgő megváltót. És Urunk megkeresztelkedésének ünnepén pontosan erre világítunk rá, hogy keresztelő Szent János látja, mint miként egy galamb rászáll a lélek, és ő a megváltó. A Mária tiszteletnél fontos kiemelnünk ugyanakkor a magyar Mária tiszteletet is. Hogy miért egészen különösen a miénk Mária magyaroké. Első szent királyunk, Szent István király halál előtt 1038-ban a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlja országát. Így lesz Magyarország pátrónája, védőasszonya úgymond, a boldogságos Szűz Mária. Mert nem elég csupán a földi hatalom, a földi vezetés, a földi gondolkodás, hanem Mária valahogy pontosan azáltal, hogy rámutat az ő fiára, megmutatja a szeretet útját. Azon a kijárt úton jár, amelyen fia járt. Nagyon sokan igyekeznek, nagyon sokan a földi életben, tehát egy ilyen nehéz úton haladnak fölfelé, sziklás úton az embereknek a lábaikat összetörik, a kövek összehorzsolják, de haladnak fölfelé, mindannyian az ég felé egy ilyen érdekes létra vezet. Mennek ezen az úton, keresztül a felhőkön, és ami érdekes, hogy egyszer csak úgy nagyon-nagyon gyorsasággal van egy ember, aki egyenes határozott léptekkel megy az ég felé, felmegy a trónra, leül. És hát ez nyilvánvalóan Jézus Krisztus a történet szerint, akinek nem morzsolják össze a kövek, nem sebzik be a lábát. Ami viszont Máriára utal ebben a történetben is egész különösen érdekes az, hogy Mária ebbe az ösvénybe lép be is, ezt az utat követi. Fölmegy határozott léptekkel, fia jobbján foglal helyet, és inti az oda törekvő, az égre vágyó, a boldogságra vágyó embereknek, hogy gyertek, kövessétek ezt az ösvényt, mert ezen az ösvény haladtok, sokkal hamarabb és sebmentesen felértek ide. Tehát tulajdonképpen nagy az ő közbenjárása, mi ezért kérjük mindig az ő közbenjárását, mert ő rámutat Szent Fiára.
sajátos erős Mária tisztelet, ami Erdélyre és a magyar területekre jellemző volt, tehát ez nyomon követhető a műalkotásokban is, szép számban. Annak ellenére, hogy Erdély jelentős része protestánsá vált a 16. században, annak ellenére szép számban maradtak fönt Mária szobrok. A legkorábbi emlékek azok a 14. századból való három műalkotás, az egyik a Gyulafehérvárra került Tordatúri Mária szobor, ami valamikor a 14. század közepe táján készülhetett. Egyet őriznek Szebenbe, valamint még egy társuk van, ami ebből a korból. A 15. századi műalkotásoknak a száma az szerényebb. Kettő van a Csíki medencében, a Csíkszentabás és a Csíkmenosági Madonna szobrok. Aztán a század vége fele, a 15. század vége, a 16. század első, második negyedében megugrik a száma a fönnmaradt műalkotásoknak. Ennek már egész szép kis táborát lehet bemutatni. Ez a kör, amiből való ez a Csíkszentmártoni Mária szobor is. Ez valamikor a 15. század legvégén, de inkább a 16. századik első és második negyedében tevékenykedett, és ebbe a körbe sorolható a legismertebb a Csíksomlyói Madonna, a volt Bözödújfalusi, jelenleg Erdőszentgyörgyi római katolikus templom oltárára került Mária szobor, Csíkszentkirályi, Domokosi, tudnám sorolni, egy jó pár szobor ebből a körből. Ez a Mária szobor a Tordatúri templomból származik, és megőrzés véget lett áthelyezve ide a Székesegyházba. Ez azért is fontos, mert jelen ismereteink alapján egész Erdélyből a legkorábbi fából készült műalkotás, faszobor, 1999-ben került áthozatalra ide. Egy korábbi nagy szárnyas oltár központi szekrényében helyezkedett el, ezt jól bizonyítja a hátoldalnak a lefaragása, az egy síkra való kiképzése, tehát egy nagyméretű szárnyas oltár középső szobra lehetett, és aránylag kevés átalakításon ment át a későbbiek folyamán. Hát az egyik ilyen a bal kezének a megtoldása. Feltételezhető, hogy talán abban a korszakban, amikor öltöztették a szobrot, tehát akkor kellett megtoldani a kezét, hogy az öltözet alól kilógjon a kéz. De az az érdekes, hogy ezt a 30 centis toldást, ha kiveszi az ember, akkor a kezet vissza lehetne tenni az eredeti helyre, és talál még a törésnyom is, tehát nem hiányzik onnan darab. Az jó kérdés, hogy egy ilyen esetben szabad-e egy ilyen kar megtoldás, hogy ezt szabad-e kivenni, vagy újra helyre tenni. A hásfából faragott, talán még életnagyságnál is egy kevéssel nagyobb faszobora, 14. század közepe táján, de inkább a század első felében készülhetett. A jelenlegi színezés alatt, amit látunk, fémszínezés festés alatt korábbi rétegeket lehet látni, és az sem kizárt, hogy esetleg az első festék réteg lapul, amelyet például az arcánál lehet látni, egy ilyen sokkal vörösesebb testszín jellemez, meg a drapíri alatt is lehet látni egy jó állapotban megmaradt aranyozást. A zöld olajfestékes átfestések alatt lehet látni fémszínezéseket, tehát ha valaha sor kerül ennek a szobornak a szakszerű restaurálására, akkor remélhető, hogy egy olyan színvilág kerül elő, ami talán akár a 14. századi a szobor keletkezésével egy időben is készülhetett. 99-ben, amikor ide bekerült, mint itt a tábla is tanúskodik róla, akkor egy állag megóvást végeztek, a szobrot fertőtlenítették, hogy kártevők, biológiai károsítókat ne hozzanak be a templomba, illetve ennek az átfestett állapotnak az állag megóvása történt meg, ami nagyon fontos volt, tehát hogy attól függetlenül, hogy átfestés vagy nem, minden festékréteg legyen megkötve. Plasztikai hiányok nincsenek a szobron, tehát ami itt került kiegészítésre, a jogar és az országalma, ami itt került rá, de más, a többi, az mint a 14. századi állapotból. Annyi bizonyos a furatok alapján, hogy korona volt a fején, a kis Jézusnak is, Máriának is. Bözödújfalut a 16. század második felében említik először, katolikus kőtemplomát 1784-ben építették a hívek.
a települést és a Mária szobor első otthonát az 1980-as években egy vízgyűjtőgát építése során vízzel árasztották el. Így került a szobor Erdőszentgyörgyre, az új katolikus templomba. Az embernagyságú, hársfából faragott, festéssel és fémszínezéssel díszített Mária szobor Erdély legfontosabb ilyen emlékei közé tartozik. A napba öltözött asszonyt jeleníti meg. Egykori sugárkoszorúja és a 12 csillagból álló koronája hiányzik, ezekre csak a szegnyomok alapján következtethetünk. A holtsarlóba komponált emberarcot többféleképpen értelmezik. Utalhat a Mária istenanyaságát tagadó Nestoriusra, de a holtsarló ugyanakkor a törökök jelképe is lehet, akik fölött Mária, mint a kereszténység ellenségeit legyőző Palládium győzedelmeskedik. Ez a szobor, ez már a későbbi darabokból, tehát ez 1525-ben, most a felújítás kapcsán jött elő innen a talapzatáról, nagyon szépen ez az Anno Domini, ez a rész van letisztítva, és innen ez a rész. Itt lehet látni egy 1525-ös. Típusát tekintve ugyanaz, mint a csíksomlyói szobor, a napba öltözött asszonynak a képét mintázza. Kicsit rondít rajta ez a több rétegű átfestés, tehát zavaró, ami rajta van, tehát most körül egy félig tisztított, félig restaurált állapotot látunk, pontosabban tisztítottat. Lehet látni, hogy a drapériájáról erről a részről már az átfestések ellettek távolodva, és előjött ez a szép aranyozott drapéria. Itt még tudok mutatni olyan részt, ezen a részen még rajta van ez a szürkés, kékes olajfesték, és láthatjuk, hogy egy-két rétegben volt ez átkenve. Alul ott van nagyon szépen ez a fény arany. Na most ez ilyen óvatos áztatással ezeket az olajfestikeket úgy le lehet áztatni, hogy ilyen állapotban megvan. Ez nagyon jó, mert az ekkorú műalkotásokra nem igazán jellemző, hogy az 500 éves színezés, fémszínezés ilyen állapotban megmaradt. Ha megnézzük a fennmaradt emlékanyag, az sokkal töredékesebb. Meg hál' Istennek elég jó állapotban van a faanyaga is, és a rajta levő fémszínezés is, díszítés, tehát keveset fog kelleni rekonstruálni. A drapéria ez egy ilyen aranyozott, a visszahajló részek, ami jellemző ezek az ekkorú szobrokra, hogy soha nem ugyanaz a szín, hanem egy más színnel, legtöbb esetben egy kékkel, mint itt is lehet látni egy ilyen átfestés alatt ez a kék, tehát a visszahajló részei a drapériának, ezen a részen, meg ott alul ez a kék jelentkezik. A többi testrészén, a ruháján itt van egy ezüstözött, egy ilyen kraplakkos ezüstözött réteg, itt egy kis ablak mutatja ennek a színvilágát. A kis Jézus almája is aranyozott, itt egy picikén lehet látni ezt az aranyozott felületet, hogy milyen. Illetve az egész felület itt egy vastag, megöregedett koszréteg, porréteg borítja, ami a mécsesek, gyertyák, por, tehát több dologból összerakodott patina. Ez egy félbetisztított, ez még mindig nem az a legalsó réteg, itt ilyen kis nyomokban lehet látni majd a legalsó réteget, amikor feltárásra kerül. A két korona az egy későbbi, az egy ilyen barokk ízű, inkább a 18. századra jellemző koronatípus, bizonyára elkallódhatott a korábbi. Ezek a későbbi 17-18, de főleg 18. századi koronák valamelyest imitálják, vagy próbálják hozni a magyar koronának a jellegét, formáját, sőt még olyan eset is van, ahol még a kis megdőlt kereszt is rajta van ezeken a koronákon. De nem csak szobroknál, hanem ez sok esetben festményeknél is azonosítható. Egyetlen ilyenkorú Mária szobornak sem tudjuk a mesterét. Megosztanak a vélemények, a nagy számú középkori szobrászati elem, oltárépítmény, festett táblakép és szobor, ami fönnmaradt a Csíki medencében, és a köztük levő hasonlóság, arra enged következtetni, hogy valami itteni székhelyű műhelyben készülhettek. Na most érdekes ennek a hátulját is, hogy megforgatom egy kicsit, hogy így kivágyták, hogy ne repedezen, és milyen jó állapotban megvan ez a faanyag. Lehet látni, hogy milyen szépen megvan. És milyen jó állapotú. Kicsit a provincializmus csak jellemző ezekre a mi erdélyi szobrainkra. Én a provincializmust azt nem degradálásként, hanem sőt azt mondom, hogy egy nemzetnek vagy egy kultúrának ebb az az erőssége, hogy mennyire tudja befogadni a nagy művészetek kultúrájából jövő áramlatokat, és mennyire tudja saját íze szerint formálni.
nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Az Apokalipszis 11. részében leírt napba öltözött asszonylátomást a keresztények már korán Máriával, Jézus anyjával azonosították. Az Istenszülő ruhája azóta is a kegyesség visszatérő motívuma. Akik meggyőződéssel hisznek a gondviselésben, gyakran fogalmazzák úgy, Mária kötényében vagy Mária köpenye alatt vannak. Nem véletlen, hogy a képzőművészetben csak úgy, mint a népi vallásosság tárgyi alkotásaiban e ruházatnak kiemelkedő a jelentősége. A csillagkoszorú, a napsugarak, illetőleg a holdsarló persze korán sem kizárólagos ábrázolás attribútumai Máriának. Mivel a népi vallásosságnak mindig is igénye volt a meghitt kézzelfoghatóságra, nem csoda, hogy a középkor alkonyától kezdve kialakult egy szakrális ábrázolás típus, amely mentes a monumentalitástól és nem törekszik kifejezett művésziségre, ehelyett a közvetlen fizikai kapcsolatot, a szerető gondoskodást helyezte előtérbe, ez pedig az úgynevezett öltöztetős Madonna vagy Máriácska típusa. Az öltöztetős szobrok a 17.-18. században voltak igazán elterjedtek Közép- és Kelet-Európában. Általában az uralkodó és főnemesi családok tagjai ajándékozták a drága anyagokból, selyemből, csipkékből, nehéz brokátból készült gyöngyökkel kivart ruhákat. A szokás azonban Magyarországon a 14. századig vezethető vissza, amikor Nagy Lajos király a maga és felesége nászruháját az ausztriai Mariazellre hagyta. A kultusz talán épp Mariazellből terjedt el Magyarföldön, a dömölki bencések közreműködésével. A barokk kor után az öltöztetős szobrok a II. József-féle rendeletek következtében tűntek el. Ami pedig megmaradt, azt az újabb stílusú Mária szobrok szorították ki a templomokból, elsősorban a 19. században divatba jött, kék-fehérben ábrázolt úgynevezett Lurdi Máriák, amelyek már sorozatgyártmányok, és ezért a legritkább esetekben képviselnek némi művészi értéket. Hozzájárult ehhez az a papi körökben terjedő vélekedés, hogy az öltöztetés nem illik a templom méltóság teljes légköréhez, mert úgymond gyerekes. Ma már valóban megmosolyogtató gyakorlatnak számít, hogy a Mária karján ülő gyermek Jézusnak néhol emberi hajat ragasztottak. Gyakran történt, hogy a paraszti viseletet utánzó ruhákba öltöztették a szobrokat, s ezt is többen komolytalannak tartották. Pedig a tárgy és a vele kapcsolatba kerülő lélek szétválaszthatatlan együttest alkottak, anélkül, hogy a bálványimádás gyanúja fölmerült volna. A Mária szobrok öltöztetése a tanácskérő és hálaadó imádság sajátos formájává alakult. Volt, aki egész hajkoronáját a szobornak ajánlotta, mások megalkották a pólyás újszülött Mária ábrázolást, a boldogasszony menyegzőjének öltöztetős szobrait és Mária koporsóbeli alakját is. A papság és a köznép véleménye tehát megoszlott. Dezsőfi Sándor csanádi püspök például rendeletben tiltotta meg az öltöztetős szobrok templomban őrzését. A nép sok helyen mégis ragaszkodott az öltöztetős szobrokhoz, ha nem is a főhelyen, a Mária oltáron, de hátul, a kórus karzat alatt. A ruhás máriácskák így általában a bejárat mellé, a koldusok oltárára, majd a települések határán álló úgynevezett káponkákba kerültek. A 20. század azután e szobrok többségét végképp pusztulásra ítélte. Ha magukat a faragványokat szemléljük, azt tapasztaljuk, hogy a parasztmesterek által készített szobrok minden ízületükben, térdben, könyökben, csuklóban, mozgatható csapokkal vannak összeillesztve. Legtöbbször nem is munkálták meg őket túl gondosan, hiszen az egyszerű, mindenféle mozgásra alkalmas babák testét elfették a pendelyek és a liturgikus színű felső ruhák. A ruhákat a falvakban az asszonyok varták különböző színű és értékű kelmékből. A készítőknek tekintélyt adott a közösségen belül egy-egy ilyen szoborruha. De ne gondoljuk, hogy pusztán a vidéki jámborság megnyilvánulása ez. Mária Terézia például ugyancsak saját kezűleg vart palástot egy prágai Jézus szobornak.
Nagy Majtény, mint a 14. században már létezett plébániás falu, korábban az egri, később a Szatmári Egyházmegye erdődi esperesi kerületéhez tartozik. Lakói a 16. század második felében reformátusok lettek. A templom 1676-ban a tököli felkeléskor elpusztult. A plébániát 1722-ben alapították újra. Bár a templomot 8 év alatt újraépítették, 1791-ben tűz emésztette fel. A mai Nagyboldogasszony templomot 1797-ben szentelték fel. Hogy honnan és mikor került az öltöztetős Madonna szobor Nagy Majténybe, erről szóló pontos adatok nem olvashatók a plébánia Historia Domusában. A hívek körében máig élő hagyományokra hagyatkozhatunk csupán. A svábokat a Károlyi grófok telepítették, utána kiürült a Majtény falun lakossága, ugye 1722-ben hoztak be Németországból sváb telepeseket. Ezek katolikusok voltak, Mária tisztelők, magukkal hoztak a Mária szobrot. Az 1900-as években, a 20. század fordulóján, akkori helyi plébános vitette a szobrot Dél-Tirolba, hogy ott restaurálják, megszépítsék, mozgathatóvá tegyék a karját. Addig is öltözhető volt neki ruhája, és akkor varadtak újabbat, adományként kapott a szűzanya ruhát, és jobban tudták öltöztetni, jobban mozogtak a karjai, a keze, a nyaktól, könnyebb volt öltöztetni. Nem tudjuk az idejét, tehát nincsen feljegyezve, hogy mikor készültek a ruhák, hogy az eredeti vagy akkor tájt ruháival mi van, mi lettek, nincsen leírva. Annyit most is vannak az 1900-as években készült, gondoljuk, akkor tájt készült ruhák. Azokat már nem használjuk, mert újabbakat varadtak, és modernebbet, tehát a mai kornak inkább megfelelő ízlésben ruhái vannak, azokat adjuk fel. De ami még megvan, a régebbi, azokat is őrizzük, eltettük, nézegetjük. Kis Jézust olyan 2 évvel ezelőtt bevitték a szatmári restaurálási műhelybe, és ott lett restaurálva. A kis Jézusnak is mozog a karja. Így néz ki a kis Jézus. Mozog karból és válból. Itt a válnál, itt volt probléma, itt kellett, meg újra kellett festeni. A koronája volt nagyon rossz állapotban, és ezt restaurálták újra. Ez a szűzanyának az alsó ruhája, ezt nem szoktuk levenni öltöztetéskor, és leveszem, hogy megmutassuk, hogy hogyan mozognak az ízületei. Magukkal hozták a svábok, mikor betelepítették őket. Már akkor is mozgott a keze, de az 1900-as években az akkori plébános úgy találta, hogy elég csúnya már a szobor, és ráférne egy restaurálás, és elvitte. És ott akkor megjavították, restaurálták, és jobban mozgathatóvá tették a kezet és a test mozgását. Mozog csuklóból, könyökből és váltól. Mozog a feje is, tehát
előrébb és hátrébb tudjuk mozgatni, hogy könnyebb legyen öltöztetni. Tehát a lába mozog térdből, és mozog csípőből is. Adventben, meg nagy bőtben, akkor ezt a lilát kell felteni, akkor pünköskor meg a pirosat, és akkor, mikor van a kérbáj, akkor a fehéret. És mikor a plébános zöldben van, akkor a zöld ruhát vetünk. Ez volt pünköskor. Akkor ez volt régebben nagy bőtben, mert nem volt olyan sötét, hanem ilyen volt. Hát kellett vigyázni, mert nem, hogy leesik meg mindent, olyan nagyon, most meg van csináltatva, de nekünk nem volt, még rosszabb volt ez az állás. Milyen állvány volt előtte? Hát egy nagyon rossz volt, és akkor egy németországi megcsináltatta, hát most már jobb ütözni, akkor nem volt jó. Úgy kellett vigyázni, hogy lenne esen, de akkor nem volt jó állás, most már megvan. Világnak kezdetétől fogva, rajtunk ez nem lett vala, hogy szűzlány fiat szülhessen, és szüzességének tükörre tisztán maradhasson, és nekünk hívünk benne ne lehessen. Tudjuk, látjuk őt szűz leánynak, ki ölében tart csodálatos fiút, fürözti, mossa, éteti, szoptatja, úgy, ahogy anya szülöttjét. De ki légyen néki atya? Aztat nem tudhatjuk. Azaz Isten, mint ismerjük, ki szeplő nem élethet, mert ha Isten ő nem volna, benne bűnt is lelhetnénk.